Tudod, mi az összefüggés a pizzapartik és az abortuszok között? Maradj velünk, és elmondom. Vannak cégek, ahol önmagában öröm a munka, és vannak, amelyek egészen extrémnek tűnő megoldásokkal teszik szebbé az alkalmazottaik napjait. A Google például saját buszokkal viszi a dolgozókat az irodába, és társéfek főznek a főhadiszállás összesen 25 éttermében. A Yahoo hírességeket hoz el a dolgozóinak inspirációként, de koncerteket és közös grillpartikat is szervez. A Planned Parenthood is jutalmazza a jól teljesítő dolgozókat és vezetőket. You know, it sounds kind of crazy, but pizza is a motivator. So, pizza party. Pizza party. A PP-nek több ezer alkalmazottja van. Az eredetileg tudatos családtervezésre specializálódott intézményt 1916-ban non-profit szervezetként hozták létre. Alapítása a fogamzásgátló tabletta feltalálójaként is számon tartott, Margaret Sanger nevéhez köthető. Mára a 820 klinikát üzemeltető cég amerikai viszonylatban is óriásán nőtte ki magát. 229,9 millió dollár nyereséggel zárta a 2011-es évet, azóta pedig csak még tovább nőttek a bevételei. I felt like I was more of a salesman sometimes to sell abortions. Ez a nővér is a Planned Parenthoodnál dolgozott. A cég küldetési nyilatkozatában családtervezési csomagok egészét kínálja, a szexuális felvilágosítástól az egészségügyi ellátáson át egészen az oktatásig és a tanácsadásig. Ez azonban az összes egészségügyi szolgáltatásuk mindössze 3%-a. A maradék 97% kizárólag abortusz. Every center had a goal for how many abortions were done. Bár számos orgánum, köztük a PolitiFact tényellenőrei is úgy vélik, túlzás a Planned Parenthood tevékenységéről azt állítani, hogy abortusz üzlet. A PP saját éves jelentései bizonyítják, hogy a vállalat az abortusz értékesítésére törekszik. Megduplázzuk a tavalyi önkéntes terhesség megszakítások számát. Ezek meghibáltak. Mivel a tablettás kezelés árrésa jobb, mint a sebészeti beavatkozási, hiszen orvos nem kell fizetni. Mivel a termék nem szokványos, így a marketing és a lobby tevékenység is eltér az átlagostól. Az Open Secrets kiadott egy jelentést, amely azt mutatja, hogy a Planned Parenthood példátlan összegeket költött lobbizásra. 2022 első felében több mint 739 000 dollárt. Olyan kérdésekben például, mint az abortuszhoz való hozzáférés pedig körülbelül 170 000 dollárt költöttek csak az év első negyedévében. Az eredmény nem maradt el. A klinikák egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak. Az abortuszóriás tevékenységét azonban sokan ellenzik. És világszerte egyre többen kapcsolódnak be a magzati életvédelméről szóló vitába. Vajon alapvető emberi jog vagy életellenes cselekvés? A nők szabadságának biztosítása vagy pont a kihasználásuk? Tudatos családtervezés vagy egyszerű nyerészkedés? Mikor jött el az a pillanat, amikor az emberi méltóság nem, csak a pénz számít? Hogyan vált az abortusz biznisz egy több millió dolláros iparággá? Évente csaknem 73 millió abortuszra kerül sor világszerte, és 10 terhességből minden harmadik abortusszal végződik. Létezik egy oldal, ahol élőben lehet követni az elvégzett abortuszok számát. Ahogy pörög a számláló, talán elsőre nem tudatosul bennünk, de emberi életekről van szó. De vajon mi történik az abortált magzatokkal? Illegális szervkereskedelem, vesztegetés, gyilkosság. Szavak, amelyek néhány évvel ezelőtt összefortak a Planned Parenthood nevével. Az abortált magzatok szerveit általában tudományos kutatásokra adják. Az intézmény azt azonban tagadta, hogy pénzt kapna ezért. Végül egy életpárti szervezet buktatta le a klinikát. Az éves szinten 300 ezer abortuszt végrehajtó szervezet vezető tisztségviselőjét pro-life aktivisták magukat vásárlónak kiadva keresték meg. Azt mondták, hogy tudományos kutatásaikhoz nagy tételben magzatok szerveire van szükségük, és erre árajánlatot is kértek. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. Ez a 30 és 100 dollár közötti összeg szövetenként értendő, így egy magzaton akár több ezer dollárt is kereshetnek.
a szokásos állami támogatáson túl, amit magáért a műtétért kapnak. Ezt a mennyiséget meg kell szorozni 820 klinikával és több ezer orvossal, akik a Planned Parenthood hálózatában dolgoznak. Ezeket az extra bevételeket adományként könyvelik el. A szervkereskedelem tiltott az összes civilizált országban. Ráadásul az Egyesült Államokban egy korábbi eset kapcsán külön törvényt is hoztak az abortált magzatok méltóságának védelmére. Egy abortált magzat testrészeinek kereskedelmi forgalomba hozása 10 évig terjedő szabadságvesztéssel és $500,000 bírsággal büntetendő. A törvényi tiltás ellenére azonban zajlik a szövetbiznisz, az eladók pedig szép summát tesznek zsebre. What would you expect for intact tissue? What sort of compensation? A Planned Parenthood a magzatok szerveinek épsége, ezzel értékesíthetőségük érdekében egy alternatív technikát is alkalmazott. Ebben az esetben éppen világra segítették a magzatot, és mielőtt a feje kint lett volna az anyából, méreginjekcióval ölték meg. Ez viszont az úgynevezett részleges szülési abortusz technikája, melyet 2003 óta törvény tilt az Egyesült Államokban. Has she ever conveyed to you that they are projecting $250,000 in revenue from fetal tissue sales to Stem Express? Don't answer that question. Have you discussed projected revenues abortion clinics can expect as a result of working with ABR at NAF conferences? And you are instructed not to answer that question. Számos olyan cég működik Európán kívül, amely az embrionális szövetek kereskedelmi hasznosítására szakosodott. Tevékenységük része például, hogy az embrió szövetekből kinyert anyaggal egyes termékek ízhatásának fejlesztését és tesztelését végzik. Például az üdítők, a leves és tejporok, valamint az édességek gyártási folyamatában használják az embrió szöveteket. Egyes kozmetikai cégeknél pedig nem csupán a gyártási folyamat egyik stádiumában jelenik meg az embrióból kitenyésztett szövet, hanem közvetlenül része a készterméknek. Ilyenek például az egyes lánctalanító krémek. Bár az Európai Unióban ez 2013-tól kifejezetten tilos, az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hiába írják elő a termékek összetevőinek világos feltüntetését, ha azokat egyes Európán kívüli országban titkosíthatja a gyártó. Az interneten ráadásul ma már minden beszerezhető. Az élelmiszereknél is hasonló a helyzet, ezeknél sem kötelező az etikailag problémás eljárási módok feltüntetése. Egy csokoládégyártó cégnek sem kell jeleznie, hogyha az ízhatásokat, például, hogy eléggé édes vagy keserű a termék, humán embrionális vesesejtvonalból származó szövettenyészetben teszteli le, mielőtt piacra dobná. Az abortusz biznisz a világ egyik legnagyobb bevételét generáló üzletága. Túl magas profitot hoz minden résztvevő számára ahhoz, hogy bárki a rendszeren belül feltegye a kérdést, vajon embere a magzat? Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.